Nos, srácok, sziasztok! Itt vagyunk az éles saroknál tulajdonképpen. És hát itt az rengeteg sok betonalj, ez szerintem a mostani felújításból lett idetéve, ezeket szedték ki, de ez csak egy tipp. De mostanában kerültek ezek ide, és a mostanában azt úgy értem, hogy az elmúlt mondjuk egy évben, tehát azért ez nem... A múlt héten még nem volt itt, és most már itt van dolog. A vágányon most egy kicsit feljebb jöttünk, miközben itt a 162 a elhúz mellettünk. A vágányt egyébként nagyjából addig a pontig használják is. Én nem mondom, hogy sűrűn, de szoktam látni rajta mozgást. Ebben az éve mondjuk pont nem láttam talán, de biztos, hogy volt, tehát abban biztos vagyok. Innen tovább viszont úgy tűnik egyébként, hogy ugyan fenntartják valamilyen szinten ezt a pályát, hiszen nem lepte el a Jinja, mint láthatjátok. Viszont ide már nem nagyon érdemes kijönni, szerintem nem is nagyon szoktak, mert hogy arra megy tovább a vágány, de ott már a Jinjába vészel, egy kapun keresztül bemegy oda a területre, arra a területre, ami egyébként egy ma is létező és működő terület, ilyen mindenféle cégek vannak ott, de a vasúti kiszolgálást azt már abszolút nem használják, és ott már nem is funkcionális, tehát majd megmutatom nektek, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban van a pálya, talán részben hiányos is, de majd ezt mindjárt megnézzük. És 2017-ben az első ilyen közlekedési videók kapcsán jöttem el nektek ide, és mutattam meg nektek ezt a szegény kis mukit, ezt a 7064-es pályaszámú mukit. Nem tudom, egyébként majd rá fogok keresni, kíváncsi vagyok, hogy találok-e olyat, amikor ez még javában dolgozott, és mögött egyébként egy villamos is láthattok, illetve erről az oldalról pedig egy katonai járművet. Ezek tényleg évek óta itt vannak, tehát én 15-ben fedeztem fel, de szerintem előtte is itt voltak ezek jócskán, és igazából azért nem titok, hogy hol van, mert hogy ezt mindenki láthatja, tehát itt van a kapuban konkrétan, és láthatjátok, hogy a buszok, a villamosok és a forgalmas út mellett tulajdonképpen mindenkinek rálátás nyílik erre a kapura, és aki akarta, szerintem már felfedezte, illetve ez nem olyan nagy felfedezés, meg nagy titok, hogy ez itt van. Még véletlenül se gondoljátok azt rólam egyébként, hogy nem örülök annak, hogy megmentették ezt a kis mukit, meg a mögötte lévő villamos. Illetve a területen egyébként van még villamos, csak a vasút oldalából onnan meg nem tudunk menni, mert konkrétan a vágányokra kéne állni. És hát az azért nagyon veszélyes, mert nagyon forgalmas itt a vasúti vonal, ugye? És hát láthatjátok, hogy a vágány folytatása az már a megszokott Jinja. És ha jól emlékszem, itt szépen lesz egy útkereszteződése, majd aztán átmegy az úton és be a kapun a területre, ahol egyébként a területen belül is, ha jól emlékszem, megvan. Igazából őszinte leszek veletek, egyébként itt is tudja, hogy ment egy vágány, nézzétek csak, mert ez tudja, hogy egy bak, amit belőtt a borostyán. Ó, meg is van! Ezt szerintem még nem fedeztem fel. Szóval akkor itt van egy csonka vágány, miközben a háttérben elhúz a 28-as az izraelita temető irányába. Láthatjátok, hogy még az András kereszt kim van, ugye az útkereszteződés miatt. Viszont hát itt már nagyon-nagyon rossz állapotban van a vágány. No, itt vagyunk az Akna utcánál, és ugye láthatjátok a táblán is, hogy Téglagyár Dűlő a terület neve. Nem véletlenül, mert hogy itt működtek annak idején a téglagyárak, és bár ezek mára megszűntek, ettől függetlenül ugye a terület a mai napig ezt a nevet viseli. Amit érdemes tudni, hogy az Akna utcai lerakó vágány azért egy különlegesebb történettel is bír, ugyanis egyrészt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor jött létre, de nagyjából 1910-re satszolják. 1921-ben már biztosan megvolt, mert ekkor már különféle térképek is jelzik a meglétét. És ugye a tégla gyárak azt csinálták, hogy a talajból kinyert anyagot használták fel, de így rengeteg bányagödör keletkezett, és ezeket a bányagödröket temették be különféle módon, hát leginkább sittel, hulladékkal, törmelékekkel, és hát így alakult ki egy olyan furcsa terület, amit majd egyébként itt talán láthatunk is, tehát ez nem egy természetes képződmény, hanem pont egy ilyen feltöltögetés által létrejött terület, és ugye például a II. Világháború után is rengeteg törmelék érkezett ide az Akna utcai lerakó vágányhoz, és ugye itt erre a területre
pakolták le és töltögették fel ezeket a bányagödröket. A területen is jártam már, eléggé látványos. Úgyhogy megpróbáljuk megnézem azt, hogy mennyire tudunk a közelébe férkőzni. Egyébként ugye itt már láthatjátok az András keresztet és a vágányukat, mert hogy jó pár van, és közben egyébként sétáltunk egy vágány mellett, én ezt észre sem vettem. Közben közel vagyunk Ferihegyhez, tehát a repülők eléggé erős hangot adnak itt. És itt láthatunk egy kaput, ahova becsatlakozik egy vágány, ami azért feltűnő, mert hogy ezt tudja, hogy használják, gyerekek. Tehát nézzétek meg, hogy milyen fényes. Na, hát ezt nem tudtam. Ezt megmondom az őszintét, nem tudtam, úgyhogy most ne egyetek meg. Ne haragudjatok, itt gondolom egy A-jelzésű táblát láthatunk majd. Igen. Ugye ez a jelzésű tábla az útátjáró miatt van itt kitéve. De akkor ez egy mai napig is működő sztori, sőt, ez így ránézésre nem úgy tűnik, hogy csak ilyen egy évben egyszer járnak erre típusú dolog, mert annál sokkal, de sokkal fényesebb a sinkorona. Ennek egy részét egyértelműen úgy tűnik, hogy használják, tehát azért nézzétek meg a különbséget, ugye, itt a teljes mértékben berozsdásodott be, nem tudom, talán moha, igen, ez moha, bemohásodott vágány, illetve e között, tehát ez egyértelműen, én azt gondolom, hogy talán heti szinten használják, aztán lehet, hogy nagyon bele fogok ebbe most bukni, és majd mindjárt megírjátok nekem, hogy 36 ezer éve már nem használják, de azért azt nem hiszem. Itt van egy kapu, viszont ezen lehet látni, hogy na, ezt biztosan nem használják, és egyébként majd a terület is itt lesz, tehát nem tévedtem, jól emlékszem arra a területre, amiről beszéltem. Ugye itt is a A-jelzésű tábla az útátjáró miatt, ugye a másik irányból is. És akkor tovább megyünk mindenképpen. És aha, igen, itt nem nagyon lehet átmenni hivatalosan. Egyébként most ott vagyunk, hogyha itt tovább mennénk, és a területen át tudnánk menni, itt van egy nagy-nagy pusztaság, ez volt annak idején, ugye még egyszer mondom, az a terület, amiknek a bányagödreit ott feltöltögették, illetve onnan a talajból az anyagot kinyerték. Szóval a másik oldala az a Kozma utcához vezet, tehát a temetőhöz, és a Gránátos utcai régi villamosurokkal párhuzamosan vagyunk most, tehát tulajdonképpen innen, hogyha mondjuk normális talajon tudnánk sétálni, akkor szerintem egy 15 perc alatt átérnénk oda. No, sikerült nekem itt tovább jönnöm. Hát láthatjátok, hogy ezt a részt már nem nagyon használják. Nagyjából a sín, az a sínkorona az odáig volt fényesre koptatva. Ez a rész, ez már elég halott. Ugye tulajdonképpen innen a vágány még egy jó 20 méter tart, tehát aztán ennyi. Ugye, hogy nagyjából behatároljam azokat, akik és biztos sokan vagytok, akik nincsenek képbe. Tehát arra van Rákos vasútállomás, és ez a vágány, ez az iparvágány egyébként onnan ágazik ki. Sőt, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy vontató vágány, hiszen rengeteg iparvágányi kiágazást gyűjt össze. És ott szerintem láthatjátok a végét a vágánynak, sőt, itt még be is csatlakozik egy telephelyről egy újabb vágány. Egyébként nem fogunk tudni itt át sétálni, át baktatni, mert a terület egyébként baromi rossz, tényleg, tehát lehet látni, hogy ahogy ugye mondtam is, ez egy ilyen mesterségesen feltöltögetett terület. És hát itt van egy iparvágány, ami itt becsatlakozik, sőt, még feljebb is van, azt a mindenit. Ezek itt, én azt gondolom, hogy közvilágítást tartó oszlopok voltak, és nem volt villamosítva ez itt. Ebben szinte biztos vagyok, ezek hasonlóak, mint a Albert Tirsán lévő vágány kapcsán, illetve ott mellette futó oszlop maradványok. Sőt, egyébként ahol jöttem, és ahol még ugye a terület aktív életet él, ott egyébként van is, megvan teljes mértékben a világító test is. Itt van egy óriási nagy terület, ami
gyanítom, hogy egy időn belül majd szépen be lakóparkosodik, ahogy ezt szokták csinálni. Na, nem mintha egyébként ezzel tényleg baj lenne, bár szerintem egyébként azért nem lakóparkosodott ez be, mert hogy pont az imént és az előbb is említett talaj problémák, azok, amik miatt itt szerintem nehéz az építkezés. Szokták mondani, hogy statikus a talaj, szerintem itt pontosan ez a helyzet. És ugye láthatjátok, hogy ez egy bakban végződik, és egyébként van itt egy másik vágány is, hogy ezen a területen mi volt, ott a bak. Ott a bak, látjátok? Ott megy a másik vágány. Hát akkor a dzsindzsába itt nem megyek át, ha nem haragszotok, mert akkor tulajdonképpen a vágányon kívül semmit nem látnánk, ami olyan baromi érdekes. No, egyébként nem csak az a vágány lesz, amit az előbb mutattam, ott a távolba, és mondtam, hogy nem megyek át oda, de ott is van egy kapu, úgyhogy szerintem onnan is jön egy vágány, bár annak a becsatlakozási pontját azt nem látom, de már látom. Ugye egyébként, ha jól tudom, akkor valahogy tényleg csak eddig tartott a vágány, tehát hogy ez így valóban ennyi volt, nem az, hogy a többit, azt a... Láttátok? Egy kis nyuszi. De cuki volt. Hát azért Budapesten ilyet látni, hogy most a vidékiek biztos nevetnek, de tényleg, tehát mi itt így, hogy vadon nyuszi. Gyerekek. Még jó, hogy... Jó, hogy mostanában azt csinálom egyébként, hogy non-stop forog ez a kamera. És rájöttem, hogy egy csomó ilyen érdekességet tudok még nektek mutatni. És aztán majd otthon megvágom. Sokszor ilyen több órás nyersenyók lesznek egyébként. Hát én nem gondoltam, hogy ma itt fogok bóklászni a semmibe. Ó, azért van itt vágány mondjuk. Így mindjárt feltűnik nekem. Mennyi kis madárka? Ezt a mindenit. Hát nagyjából idáig tart a sztori. Odáig. Aha, és itt ki van taposva az út. Szóval vagy hajléktalanok szoktak erre járni. Vagy esetleg kijönnek ide, nem hiszem. A vágány miatt biztos nem. Itt van, érdekes, hogy itt valami betonos burkolatban van a vágány. És hát idáig tart, és láthatjátok, hogy ez az a terület, ami már ilyen mesterségesen. Mennyi kis madár? Szóval mesterségesen feltöltött terület, amiről beszéltem is nektek. Elindultunk visszafele, ugye ez a törmelékkel, meg mindenféle hulladékkal feltölteni ilyen bányagödröket, ez egy dolog, de ugye sok lakótelep építésekor is rengeteg olyan törmelék hulladék keletkezik, meg shit, amit egyszerűen már nem tudtak elszállítani. Például a József Attila lakótelepen, a Glóriett lakótelepen is van ilyen, hogy tulajdonképpen ilyen mesterséges dombok születtek. Ma nagyon-nagyon kedvező, ha néha napján van hó, akkor a kisgyerekek tudnak ott szánkózni. Nálunk a József Attila lakótelepen nyúldombként nevezték el. Ezek mind mesterségesen létrejött dombok. A lakótelep építésekor keletkezett törmeléket, sittet már nem elszállították, hanem egy ilyen dombra ugye összehaigálták szépen, és így keletkeztek ezek a kis dombok. A miénk az kicsi, viszont a sosem tudom, hogy Glóriett vagy Glórietta lakótelep, de talán most lényegtelen is, az ottani az jelentősen nagyobb. De van ilyen talán az Alacskai úti lakótelepnél is, ha jól emlékszem. De ilyet azért több helyen láthattok. Elég egyértelmű, hogy arról a telepről van kiszolgálás. Ugye azért használják ezt a részt, mert hogy itt jön ki szépen a szerelvény, és fel kell mennie pont addig, hogy a váltót túlhaladja. És ugye így tud szépen Rákos irányába a vágányon elmenni. Úgyhogy ezért használják ezt a kettőt, és ezért is lehet látni, hogy a sinkoron a kopása az jelentős, illetve hát azért lehet látni, hogy ennyire jelentős, mert hogy valószínűleg ez itt nem havi szinten, hanem talán heti szinten van használva, bár azért ennyire nem merek belemenni. Viszont ha összehasonlítjuk a hőerőmű iparvágányával, ahol tudtommal, mint kiderült, másfél éve volt kiszolgálás, hát arra rámondtam volna, hogy talán évek óta nem volt rajta, mert olyan rozsdás volt. Ez viszont olyan szinten fényes, hogy itt szerintem az elmúlt egy hónapban is volt kiszolgálás.